Das ist Csőbász Csekkeny. Így bizony, de jó estéket kívánok, de jó estét kívánok. Nagybadá, wow. Minden nap, aha, nincsen pízem, csak annyi, hogy egyet tudok venni, de ha van pízem, két ilyen jó kis vodkát, a ruszkik nagyba nemzeti italját, babavack, ízesített vodka 37,5%-os, dáme. Két üveggel ilyennel bekölcs hapni, na. Le. Ettől lesz. Nagy lényeg, úgy bizony, hogy üresetet kívánok, de egy csak a vétel úgy bizony, de nagyba, ugye jártam mostan máma a kocsmá, de itt is kocsmá van, kocsmá, és a nagy lényeg, hogy nem kőzseli, itt a hajzseli. Tehát az a tehát jó fésült Bartos újra cselentkezek, de közben nyitok jó kis vodkát, de aranyló nedű. Tehát nagyba, úgy bár voltam a kocsmába, de ittam két felest, meg két sört, de két sört. Meg így egy ilyen kis fröccsöt. Fröccs. De. Ezt meg úgy vettem a boldva, hogy bizony, de. Borsodival. Ez már nagyba, most már itthon is iszogatom, szópogatom. Vá! Na, gyerünk. Kapitalista zárják ide. Finom. Nagyba ment egy kereskedelmi csatorna. Nem akarom reklámozni, mert a Bartos videók nem TV reklámoknak a helye, de ez tényleg egyébként az, de hogy papírpépikán fröcsögő szájjal, bazd meg! Fröcsögő szájjal. Nagybaú, szidják, úgyhívják mindig a mostában. Tapsifüles, Tehát állandóan az emigránsokkal, bevándorlókkal van elfoglalva. Tehát nagyba a kereskedelmi csatorna, ami nagyba ment a Szennyláda tévébe, a kocsmába. És nagyba fröcsögő szájjal, fröcsögő pofába. Nagyba úgy mondják, hogy rohadt mozgok. Ezt idézem, azok a semigránsok ünnepes, stb. Na most, én nem akartam ott vitatkozni, mert a többség, nem kettő föl kell mérni mindig az erőviszonyokat. Na most én nem fogok egyébként belebonyolódni egy olyan irányba, ahol én kerülök ki rosszul. De viszont nagyba egyet azért le kell szögezni nagyba. Nem szóltam ezt hozzá, csak hallgattam. Mert hallgatni arany, de... A csülének, de, hogy... Egyébként, tehát nem néznek a háttérbe, hogy mik is mennek egyébként itt a háttérbe. De ez is háttér, háttér, háttér. Tehát, az egészek a csülem, nem furcsa egyébként, az basszátok meg. Úgy bizony.
Hogy? Különítok a kis sör, borsodi. Minden egyes csömigránsnak, akiket mutatnak nagyba a gyászkeret tévébe. Tévé ebédre, tévitamin. Na drága. Mindegyiknek van csokos telefonja. Nem is akármilyen pöpec. Na most, én nékem nem volt meg, nem is lészen! Csokos telefonom. Nekem ilyen telefonom van. Még ez is luxus egy Bartosnak. De körülbelül 4000 forint, vagy hát körülbelül nem tudom. Anyám vettem, úgyhogy különben nem lenne egyébként. Én egyébként, aki Magyarországon, akinek legutoljára lett telefonja, az én vagyok, az meg már mint Komília. Tehát nézzünk egyébként be. Tehát gyakorlatilag a háttérbe összeírtam egyébként pár dolgozatot, de... Pízelteli bankkártyákkal támogassák őket, de... De, úgy van. És... behúzzák őket a csőbe, a nagy nyelőcsőbe, ami bezarálja őket, valamilyen szüntelékként, akárhogy is nézzük, vagy vesszük, de ezek az emberek, úgy bizony, a csemigránsok és áldozatok, népvándorlás, stb. Tehát ki vannak picsázva a hazájukból. Tehát ki vannak pisázva a hazájukból. Akárhogy is nézzük, keverjük, kavarjuk a kártyákat. Tehát akárhogy is keverjük őket a kártyákat, ki vannak pisázva. Hiszen ez nem így működik, hogy na most, mit tudom én mondjuk, Csav Afganisztánba, vagy nem tudom, vagy Libanonba. Tehát ez is Libanon, de. Mondják, hogy te Józsi, én megyek Európába, gyere már te is. Nem, ez el van egyébként, tehát ezt már 50 éve tudták, hogy ez így lesz. Vagy 100 éve. Tehát lehet, hogy már az 1800-as években is ez meg volt határozva, hogy igen, 2000-es években a hányadik század is van? 21, ha jól tudom, 22? 21. Na, azt hiszem, hogy 21. El lett ez határ. Tehát hadd, igen, népvándorlás. Csak, és egyszerűen erőszakkal vannak kipicsázva a hazájukból. De, na de. Jó, meg veszek majd egyébként hónap jó kis, egy demizson, jó kis denyó bort. Borra mindig, borra, sörre, vodkára, pálinkára, mindig. Tehát az az egésznek a lényege, hogy igen, ez így van egyébként, csak nem tudom, ezek az emberek, tehát bele vannak húzva a csőbe, és azt gondolják, bazd meg, hogy ha eljönnek Cseh-Európába, valószínűleg egyébként, hogy nincs más választásuk. Tehát üldözöttek, csak nagyon sokan egyébként el vannak tévedve, és azt gondolják, hogy kolbászból van, az is kóbászból. Meg szalonnyából van a körítés, de ez is kerítés Európában. Nagyon egyébként tévednek. Na jó van, de... Majd folytatom. Most pedig nem. Cigizek és gondolkodok tovább. Elmélkedek. De... És az okos telefont is adják egyébként nekik.